Köszöntjük a Kölcsey Televízió nézőit Sportszer című műsorunkban. Ez nem az. Na, akkor másik csapó miatt című receptkönyv. Köszöntjük a Kölcsey Televízió nézőit a receptkönyv című műsorunkban, ahol katonai kikolléganőmmel. Nem jó. Ne? Nem így hívnak. Mit mondtam? Katonát mondtál. Na akkor hajrá. Köszöntjük a Kölcsey Televízió nézőit, receptkönyv című műsorunkban, ahol Katonka Niki kolléganőmmel sütünk és főzünk finomságokat, és ha feltűnik majd egy segítő a színen, ne lepődjenek meg, Charlie-ról, Niki labradorjáról van szó, ő itt figyeli majd az eseményeket, és minden bizonnyal, ha olyan illatokat érez, amelyek megmozgatják a fantáziáját, akkor megjelenik közöttünk. A mai epizódban egyik kedvencemet, személyes kedvencemet, a palóc levest készítjük el. A hozzávalók már itt vannak, az asszony és Niki pedig elmondja, hogy miből készül a palóc leves. Hát szükségünk van ugye húsra, ez lehet sertéshús, marha, vagy esetleg bárány is. Igen. Igen, zöld babra lesz szükségünk, répára, hagymára, fokhagymára, burgonyára, és hát rengeteg fűszerre. Az elkészítés gyakorlatilag többféle is lehet, a végeredmény ugyanaz. Most úgy készítjük, ahogy én szoktam csinálni, azaz alapnak elkészítünk egy pörkölt alapot, tehát összevágom a húst, Niki pedig a hagymát és a fokhagymát, mert ugye egy jó pörkölthez ezek a legfontosabb hozzávalók. Közben elmondom, hogy a palószleves keletkezésének több változata ismert, ami közös, hogy Gundel Károly neve ott van mindegyikben. Az egyik legenda vagy valóság szerint nem tudhatjuk. Mikszák Kálmánnak készítette a híres szakács, aki az István főherceg szálloda éttermének volt a szakácsa. A másik verzió szerint, majd visszatérünk az elsőhöz, egy megnyitóra készült, és a legnagyobb palócról nevezte el. Itt egy picit sántít a történet, hiszen Mikszáth Kálmán, mikor a Jó Palócok című könyvét írt, akkor éppen Szegeden újságíróskodott, és a szegedi tanyavilág történetét dolgozta fel. Ha minden igaz, akkor azokról az alakokról mintázta azokat a szereplőket, akik a Jó Palócok című könyvben szerepelnek. Aztán van egy olyan változat is, amely szerint egy versenyre készült a palócleves, és visszatérve az első változathoz, az pedig azt mondja, hogy Mikszáth Kálmán születésnapjára 1892-ben készítette el a híres szakács, és maga Mikszáth rendelte azzal, hogy legyen egy olyan étel, amelyet még nem kóstolt, és legyen benne a magyar konyha ízvilágából minden. Hát most, ha látjuk a hozzávalókat és a fűszereket, akkor majd kiderül, vagy akkor kiderül, hogy mennyi minden finomságot tartalmaz ez a leves, amely állagában majd, ha kész lesz, gyakorlatilag egy gulyáshoz hasonlít. Közben... Oké, és akkor hengerezt fokhagymára lesz szükségünk. Hát szerintem, nézve a húst, nyugodtan három gerezdet beletehetünk, amit majd nem összevágunk, hanem nyomunk, összenyomunk. És akkor elkezdjük a pörkölt alap elkészítését. Fakanál, és mehet bele a hagyma. Amíg én csinálom a pörkölt alapot, akkor addig meghámozom a zöldségeket. Nézve a húst, szerintem nyugodtan mehet bele a két nagy krumpli, jó, és a két sárga lépa is akár. Okay.
krumpli kockára, sárgarépa pedig karikára. Pörkölt alaphoz értelemszerűen a paprika, só, bors megy, és ami még adja majd a jellegzetes ízét a palószlevesnek, az a kömény és a babérlevél. Azok is belekerülnek majd a pörköltbe, az alapba, és később, amikor már benne lesznek a zöldségek, akkor még egy kis petrezselyem is kerül, és a végén pedig majd, de akkor a következő lépés, behavarjuk az egészet. Jó, és akkor a havaráshoz mit fogunk használni? Havaráshoz tejfölt és egy speciális lisztet, mégpedig rizslisztet, hogy akkor gluténmentesen készítsük el ezt az ételt. Charlie tűz közelben van. Igen. Hajt a lepattanóra. Először jön a hús. Na és akkor most jönnek rá a fűszerek. Mehet vele bőven, mert a paprika az alapja minden magyar ételnek. Jöhet a bors. Abból egy picit óvatosabban. De legyen, mert szükséges. Igen. Aztán a só. A fűszerkömény nagyon fontos. Az adja a jellegzetes ízt, ebből mehet bele ennyi, és néhány babérlevelet beledobunk. Néhány levelet mondjuk, ennyit, hogy azért érezzük is. És ez mehet vissza a tűzre, és összeforgatom fűszerekkel. Eltelt egy szűk órácska, úgyhogy kész a pörkölt alap legalábbis amennyire szükséges. Nikit megkérem, hogy kóstolja már meg, hogy milyen állagú a hús. Hozok egy kananát. Picit még keverünk rajta. Nem kell teljesen puhának lennie, mert ugye, mint említettük, még főni fog a zöldségekkel. Nagyon finom. Vissza a tűzhelyre. Ugye azért leve is legyen, hiszen csak levesről van szó. Igen, azt hiszem ez lesz az. Vissza a tűzhelyre. Eltett egy bő 20 perc, és ahogy ígértük, meg is főtt a leves. Meg is mutatjuk közelről, behabarjuk, besűrítsük, és ez a feladat pedig Nikire vár majd. 3 kanál rizslisztel fogjuk most csinálni, amúgy ez lehet keményítő is, hogyha gluténmentesen szeretnénk, vagy ha nem, akkor sima liszt. Igen. És egy nagy pohár tejföl.
íme a produktum, elkészült a palócleves, a hozzávalókat és a receptet olvashatják, és Niki szed egy tányiról, én pedig majd egy kis petezselyemmel díszítem. Palócleves néven, mint hallhatták a műsor elején, a palócokhoz nincs sok köze, de ettől függetlenül így hívják, és nagyon finom. Mi ezt most meg is kóstoljuk. Így van, és kövessék figyelemmel a Költség Televízió továbbra is, hiszen jelentkezünk majd a Recept című műsorral és más ételekkel. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!